Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára gyerekkora óta a futás szerelmese. Idén pedig Lévai Viktóriával és Jegyes Tóth Krisztinával közösen elindította a Futa család mozgalmat is. A három hölgy célja, hogy népszerűsítse a futást, ezt bárki számára könnyedén elérhető és igazán közös családi mozgásformát. Jó reggelt kívánok a hölgyeknek! Szervusztok, hogy a gyerekhez tekintettel arra, hogy szerintem én vagyok a legidősebb a társaságban, viszont ez egy kitűnő ötlet legalábbis, ami ennek a kis mozgalomnak a mozgató rugóit illeti, de azért egy picit kezdjük el onnan, Katalin, hogy az ember hogy lesz gyerekkorában a futás szerelmese? Tehát én azért még halványan emlékszem azokra az évekre, és hát mondjuk nyilván az élsportnak ez egy kiegészítő muszáj feladata volt a kondíció építése, de hogy azt szeretné, azt hogy? Az hogy indul el? Én is kíváncsi vagyok. Talán ez kicsit eufémizmus is, tehát ez kicsit talán túlzás is, hogy a futás szerelmese. Azt mondhatom, hogy az én gyerekkoromban az anyukám már a futás szerelmese volt. Értem. És akkor én megpróbáltam néha a lépést tartani vele, akkor sokkal kisebb távokon. És ezért van, aki nagyon elítéli ezt a mondatomat, amikor azt mondom, hogy én igazából futni most sem szeretek. Én azt szeretem, ami a futás után jön. De azt hallani, nem csak ez a futás maga, tehát arra rávenni az embernek magát mondjuk hajnali 17:30-kor, vagy éppen van nekem, hogy este, de szerintem a lányok ugyanígy vannak vele, hogy este 11:00-kor indulunk még neki futni, mert egyszerűen akkor fér bele az időnkbe. Mm-hmm. És néha akkor elindulni egy hosszú nap után, vagy hajnalban, amikor még tudjuk, hogy mennyi minden van előttünk, meg mindannyian édesanyák vagyunk, tehát a gyerekek is várnak otthon, meg el kell őket is indítani reggel. Ez ilyenkor nem mindig könnyű, attól függően is, hogy mekkora és milyen táv áll előttünk, tehát van, amikor végig szenvedés, azt is el kell, hogy mondjam, de utána mindig jó. Tehát olyan még nem volt, hogy utána ne legyen jó, nem tudom ki, hogy van vele. Csak addig el kell jutni. Egyébként én a 7.-8. kilométer után általában kezdem élvezni, úgyhogy minden tévénézőnek ajánlom, aki azt mondja, hogy nem tud ennyit futni, hogy lehet, hogy csak el kéne jutni a 7-8 kilométerig, és utána lehet, hogy már onnan élvezni. Hát úgyhogy... lehet, de az valóban azért meg kell dolgozni, hogy az ember ezt a fázist, ezt megérezze, bár valószínűleg tényleg így van mindenki, aki már komolyan csinálta ezt, és mesélt nekem erről, azért az azt mondja, hogy bekövetkezik egy olyan endorfin felszabadulás, ami egy idő után segít az embernek. Viktória, ha jól tudom, neked valami bakancslistád volt, ami szerepelt valami különleges terv, igaz ez? Vagy igen, ez csak hát klecska? Gondolom, mindannyiunknak vannak ilyen álmai az életében. Nekem ez a maratonfutás, ez mindig ott volt, már gyerekkoromtól fogva. Nekem is, ugye, nekem az édesapám testnevelő tanár volt, és ő oltotta belénk a sport szeretetét. És hát jól ment a futás gyerekkoromban, és az ember, ha sokat nyer, meg jól megy neki, akkor nyilván megszereti azt, amit csinál. Én közben is jól szoktam érezni magam, nem mindig, én se sajnos, de az tényleg egy mennyei érzés, amikor minden összeáll. És igen, ez egy ilyen régi álom, ez a maraton lefutás. Azt nem tudom, hogy egyszer lefutom, utána akarom-e még egyszer, ezt még nem látom át, de mindenképpen egyszer szerettem volna. Hát találkoztam itt éppen egy hete ült itt a stúdióban egy olyan hölgy, Páncél Andrának hívják, aki szintén így kezdte, hogy majd egyszer egy maratont lefusson, és most túl van a Deka Ironman-en, tehát 10 egymást követő Ironman nyomott le. Jó, hát valószínűleg ezt belőle. Ezt a férjem remélem nem hallja, mert ő már így is azt mondja, hogy van ilyen is, akit egy elkap a képszí, tehát még ez is bekövetkezhet. De nálad hogy indult ez, Kriszta, ez a futás iránti szerelem? Hát vagy egyáltalán nem csak a gyerekkorban, az egészen biztos, tehát én például ki nem állhattam gyerekkoromban a futást. Én most már az 5. évbe léptem a futás tekintetében, amikor az Eszterke kislányom óvodáskorú lett, akkor jött el az az idő, hogy azt mondtam, hogy na, egy picit van időm foglalkozni magammal is, és akkor kezdtem el futni, de ez a klasszikus, hogy 5 percet kocogtam, 2 percet sétáltam, nem is bírtam volna többet, és aztán szépen ezt felfejlesztettem addig, hogy több félmaratont is lefutottam már. Nekem most idén a maraton kimarad, de rendszeresen futok a mai napig. És nálam körülbelül egyébként olyan 2 év után jött el az a flow érzés, amiről ugye itt beszélgettünk, hogy nem csak a futás utáni zuhanyzás esik jól, hanem maga a mozgás is. Úgyhogy nálam pedig olyan 3 kilométernél van az, amikor átbillenek, és azt mondom, hogy jó, hogy ez fantasztikus. Isten, de jó ezt hallani, szóval ez létezik akkor. Tehát van, igen. Csak nem szabad idejekorán feladni. Neked volt, hogy most pacsarolta, volt egy ilyen jellegű találkozás, vagy talán Katalinnál, aki... Én voltam az, aki erről beszélt, szóval igen, amikor volt egy sajtótájékoztató, és... Én őt hallottam akkor nyilatkozni, és egyszerűen annyira magával ragadott, és ugye
van egy staféta a színházi berkekben, vagy hát ilyen média berkekben, hogy 42 év, 42 kilométer. És akkor én vettem egy nagy levegőt, hogy na, akkor én most leszek 42 éves, és akkor én odálltam a Sarolta elé, és akkor mondom, én vállalnám ezt a stafétát, itt a, most vagy soha, és hogyha ő elvállal engem. És akkor én biztos voltam benne, hogy mondjam, megnézem, hogy futsz, és aztán majd el megbeszéljük. De ő rögtön igent mondott, úgyhogy jó, nem volt menekvés. Nem gondoltam, hogy ez ennyire olajozottan fog menni ez a történet. És azóta egyébként, mert azt tudom, hogy hát ismerem Sacit nagyon régóta, és tudom, hogy vannak alapelvek, amiből nem ember, de például az egyik az az, hogy azt mondja, hogy az időre nem kell figyelni. Ez áll még? Ez így van, ez aha. Így van. Ugye hát kettőnket Katalinnal ő pesztrál, hogy így mondjam, és küldi az edzéstervet, illetve hát felügyel minket, amikor volt egy 30 kilométeres tesztutás pár hete, akkor végig ott állt velünk, mérte a köröket, mindent, és abszolút teljes vigyázó szemekkel és a legnagyobb szeretettel, és azt mondja, igen, hogy nekünk teljesíteni kell a maratont, és nem számít, hogy mennyi idő alatt. De nagyon jó idővel csinálják. Ott voltam, amikor először lefutották a 30 kilométert. Nem számít kilométer. Az idő, de azért legyen jó. Én jóval kevesebbet futottam, de kapkodtam a levegőt, szóval nagyon jó formában vannak. Aha, és akkor ez most be is fog elvileg a tervek szerint következni, most majd októberben? Most már nincs egy hónap se hátra maratonig, és valóban Sacival készülünk fel mind a ketten. Ez azért is jó, mert nem tudom ki, hogy van vele. Nekem, hogyha van valamilyen külső kényszer is, akkor azért úgy nagyobb agyobás. Tehát igen, az nyilván nem fogjuk becsapni saját magunkat se, amikor be kell írogatni a táblázatba, hogy azon a héten éppen mennyit futottunk, mert mégis milyen lenne már, hogy ott egy kicsit így kozmetikálni igen, az adatokat. Magunknak. Ezt nem tesszük meg, és ilyenkor, amikor mondjuk még látszik, hogy 3 nap van hátra a hétből, és még 3-szor kellene futni, az mondjuk elég nyomasztó, de miután tudjuk, hogy látjuk is egymásnak az eredményeit is, ebben egy ilyen jó, a rivalizálás szót sem használom, inkább egy ilyen jó jó inspirációt jelent az, hogy tudjuk azt, hogy erről számot kell adnunk hétről hétre minden vasárnap, hogy akkor ezen a héten mit teljesítettünk, és hát Saci nagyon szigorú, tehát ott egyetlen egyszer megdicsért minket, de azt is megbánta szerintem is, hogy mindenesetre azt mondja nekünk, és hát azért ebben bízunk, hogy ez tényleg annyira rutinos és olyan tapasztalt, hogy bár még ez számunkra szinte még mindig hihetetlen, de ő azt mondja, hogy le fogjuk tudni futni a maratont, úgyhogy én mindig úgy fogalmazok, hogy nem leszeretném futni október 9-én a maratont, hanem le fogom futni a maratont, aztán meglátjuk, hogy ez nagyon belőle, fontos de... része, ez az általános tapasztalatom, ugye, hogy minden, tehát, hogy ez itt mennyire fontos, és az ember ezt már most programozza nyilván magának, hogy le fogom futni, akkor az nagy segítség. Általánosságban majdnem minden extrém sportolóval zajló beszélgetés ide fut ki, hogy ezek a dolgok fejben dőlnek el. Persze azért hozzá kell tenni az edzésmunkát. Most akkor ennyivel egyébként a maratont megelőzően most hol tart az ember? Ez most hány kilométert képzeljünk el egy héten az edzésmunkában, amit effektíve ki kell pipálni? Hát ugye most heti 45-55 között voltunk, és most kezdődött el a csökkenő szakasz, tehát most ez a rápihenő edzés terv, ami amikor csak dolgozunk, inkább nem, amikor gyorsan ezt kosolunk. Igen. Tehát most már csak a heti 4 edzést felváltotta a heti 3, és egyre kevesebb csökkenő távokat kell futnunk, mert hogy ez a rápihenés, azt mondta Sarolta. Nyilván. Ugye, mert mindig avval vigasztalt minket ilyen nagyobb távok előtt, hogy nagyon jó a teljes, hogy nem csak egyszer dicsért szerintem, ez így... Engem. De hogy nagyon jó, amit csinálunk, mert hogy nem pihentünk sose rá. Tehát például a 30 kilométerre se, most a 21-re se volt alkalmunk úgy, de nem is tudtam, hogy mi az a rápihenés, hogy ő ezt hogy érti, de most már azért kezdek ilyen sportnyelven érteni, meg gondolkodni. Egyébként visszatérve egy fél mondatra, hogy az is nagyon inspiráló volt, ugye, hogy mi mindig váltottuk az e-maileket a táblázatokkal hétvégente, és hogy amikor valakinek valami problémája volt, vagy nehezebben ment, akkor annyira jó volt, hogy ezt így nyíltan megbeszélhettük a Saroltával is, és hogy jé, a Katalinnak is vannak olyan problémái, mint nekem. Én újra és újra rácsodálkozom arra, hogy ő például az ő munkája mellett, és 3 gyerek mellett, ezt hogy tudta? Igen, talán tényleg ez a lényeg, hogy nyilván nem az a cél, hogy azt súlykoljuk a családanyákba, apukákba, anyukákba, gyerekekbe, hogy le kell futni egy maraton, de azt, hogy futni egyébként minden körülmények között lehet, hogyha
mint hiszen a melléket ábrák mutatják, ugye itt van, ezekkel az elég bonyolult napi életvezetésekkel, hogy ezt meg lehet oldani, bele lehet rakni, ha kell fejlámpával esténként, hogy hallottam. Vagy például nagyon jó módszer arra, én azt szoktam sokszor csinálni, hogy a gyereket már eleve futóruhába viszem el az iskolába, és akkor utána, ha csak egy 20 csak perc, 30-40 van, akkor fut és az ember. És már is az ember kicsipet magának de egy lehet, időt. Ehhez én is kapcsolódnék, hogy például vannak olyan játszóterek, ahol játszótér körül van a futópálya, oda lehet tenni a gyerekeket. Nekünk ez az üzenetünk, mert az, hogy most mi lefutjuk a maratont, vagy nem, így önmagában ez majd annyira nem izgalmas szerintem senki számára, ha ezzel tudunk egy olyan mondjuk így példát mutatni, hogy tényleg lehet munka mellett, gyerekek mellett, akkor már nem volt hiába. Akkor talán már nem volt hiába. Hölgyeim, és minden időnk elfogyott, úgyhogy jó edzésmunkát kívánok. Köszönjük szépen.